8 óra van, ez a híradó, az M1-en Lantos Csaba vagyok. Egy embert halálra késelt, két másikat kalapáccsal megsebesített egy támadó szombat este Párizsban az Eiffel torony közelében. Az Allah Akbar-t kiáltozó 26 éves francia állampolgárságú férfit a rendőrség elektromos sokkolóval ártalmatlanította, majd őrizetbe vette. Az elkövető radikális iszlamista nézetei miatt évek óta szerepel a titkosszolgálatok nyilvántartásában, pszichiátriai kezelés alatt áll. Nagy erőkkel érkeztek a rendőrök és a mentők a leghíresebb francia turista látványosság közelébe, az Eiffel toronyhoz. Itt történt a támadás. Az áldozat egy német állampolgárságú férfi, aki turistaként tartózkodott a francia fővárosban. A támadáskor a feleségével és barátjával volt, ők nem sebesültek meg. A merénylő miután késsel rátámadta a férfire, menekülni kezdett, mert a rendőrök azonnal nyomába eredtek. Két másik emberre kalapáccsal támadta az ámokfutó menekülés közben. Egy 60-as éveiben járó francia és egy külföldi turista sérült meg, de ők nincsenek életveszélyben. Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. A támadás helyszínére ment a francia belügyminiszter is, aki megerősítette, hogy a merénylő Allah Akbart kiáltott, azaz Allah a leghatalmasabb, és hogy azt mondta, nagyon dühös amiatt, ami a gázai övezetben történik. A letartóztatásakor pedig kijelentette, nem bírta elviselni, hogy muszlimokat ölnek szerte a világon. Az elkövetőről annyit tudunk, hogy francia állampolgár, 1997-ben született női Sur-Seine-ben. A titkosszolgálatok és más igazságügyi szervek előtt nem ismeretlen. Élete során már 4 évet börtönben töltött. 2016-ban azért ítélték el, mert egy erőszakos cselekedetre készült, de ezt a hatóságok időben leleplezték és őrizetbe vették. Folyamatosan ellenőrzés alatt volt, mert súlyos lelki problémákkal küzdött, fogalmazott a francia belügyminiszter, aki hozzátette, a merénylő a szüleivel élt, és pszichiátriai kezelés alatt állt. A rendőrség lezárta a merénylet helyszínét, és felszólítottak mindenkit, hogy kerüljék el a környéket. A francia hatóságok terrortámadásként kezelik az ügyet. Újabb terrortámadásra készülő iszlamistát fogtak el a rendőrök Németországban. Egy 20 éves iraki származású férfi azt tervezte, hogy embereket késel meg egy karácsonyi vásáron. Korábban egy 15 éves afgán és egy 16 éves orosz származású tinédzsert is elkaptak, akik hasonló merényletre készültek. Németországban a terrorveszély miatt fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg az adventi programokat. Mindössze 1 éve tartózkodott Németországban az a 20 éves iraki fiatalember, akit terrorizmus gyanúja miatt vettek őrizetbe pénteken az alsó százországi nyomozók. Az ügyészség szerint a férfi az iszlám állam segítségével készült késes támadásra egy karácsonyi vásáron. Egy nappal korábban egy 15 éves afgán származású fiút fogtak el a német rendőrök. Ő és több társa, köztük egy 16 éves orosz származású fiú, akit szintén elfogtak, a kölni karácsonyi vásár ellen tervezett merényletet. Sajtóhírek szerint egy zsinagógát is célpontként határoztak meg, a támadásokat pedig szent háborúnak nevezték. A német belügyminiszter fokozott terrorveszélyre hívta fel a figyelmet, eközben az iszlamista szervezetek támadásokra szólítják fel az európai szimpatizánsokat. Szakértők szerint a terroristák előszeretettel használják ki a háborús helyzetet, és palesztin párti mozgalomnak álcázzák magukat. Ünnepi előadással nyílt meg pénteken Németország egyik leghíresebb karácsonyi vására Nürnbergben. A biztonságról egyenruhás és civil rendőrök gondoskodnak. Nem hagyom, hogy befolyásolja a hangulatomat, a nürnbergi vásár csodálatos, de bármikor támadás történhet. Szerencsére itt vannak a rendőrök, mondta egy férfi. Németországban a karácsonyi rendezvényeket fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik évek óta. 2016. decemberében 12 ember meghalt, többen pedig megsérültek, miután egy tunéziai terrorista kamionnal hajtott a tömegbe a berlini karácsonyi vásáron. A bevándorlót a hatóságok terrorista gyanús elemként tartották számon, mégsem tudták megelőzni a vérengzést. A merénylőnek ráadásul a terrortámadás után sikerült elhagyni a Németországot. Szintén 2016-ban egy 18 éves iráni férfi lövöldözött München belvárosában. 10 ember halt meg a támadásban, köztük egy magyar állampolgár is. Az elkövető öngyilkos lett. 2017-ben pedig egy 27 éves arab férfi egy macsetével szurkálta meg a vásárlókat egy hamburgi szupermarketben. A támadásban egy 50 éves férfi meghalt, többen életveszélyesen megsérültek. A terroristát végül járókelők fogták el.
Két rendkívül erős földrengés volt a Fülöp-szigeteken. Az egyik 7,6-es volt, ezt egy 6,4-es követte az ország déli részén fekvő Mindanao szigetének partjainál. A Fülöp-szigeteki hatóságok szökőárriadót rendeltek el, majd ezt később visszavonták. A földmozgás által sújtott területeken pánik tört ki, az emberek kirohantak az utcákra. Sérültekről, károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A Japán Meteorológiai Intézet szintén szökőárriadót rendelt el a szigetország nyugati partjainál. Egy újszülöttek nélküli nemzet végül megszűnik nemzetként létezni. Erről Szántó Miklós beszélt videóüzenetében a legnagyobb politikai konferencia sorozata Japánban zajló CPEC résztvevőihez. Az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte, hogy a családok támogatása és a gyermekek védelme nem pusztán erkölcsi kötelesség, hanem nemzetbiztonsági szükségszerűség is. Egy újszülöttek nélküli nemzet végül megszűnik nemzetként létezni. Ha egy nemzetből hiányoznak az emberek, akkor végső soron nem létezik a demokrácia, amire építeni lehetne. Mindenek fényében Magyarország úgy döntött, hogy külső irányban megvédi határait, belső viszonyait tekintve pedig megvédi a gyermekeket. Kulcskérdés a nemzeti konzultáció, hiszen a kormány a magyarok véleményének megfelelően kívánja képviselni a magyar érdekeket az Európai Unióban és a világban. Erről a Fidesz alelnöke beszélt a nemzeti konzultációról tartott országjárás Csurgói állomásán. Kósa Lajos hangsúlyozta, az önállóságunk megvédése érdekében is fontos kikérni az emberek véleményét a hazánkat érintő legfontosabb kérdésekben. A mostani nemzeti konzultáció és az ehhez kapcsolódó országjárás a legfontosabb közvetlenül bennünket érintő kérdésekben kérdezi meg a magyar választók véleményét, hogy ezt képviselhessük. Brüsszelben, a NATO-ban és a nemzetközi kapcsolatainkban migráció, ukrajnai háború, a gyermekvédelmi törvény és legfontosabb Magyarország önállósága, szabadsága, szuverenitása. Az adventi első gyertyagyújtás a nap egyik fő eseménye december első vasárnapján Szomolyán. A délutáni programra a falu fenyőfája is teljes díszében pompázik majd. A szomolyaiak saját díszeikkel díszítik fel az egyik helyi lakos által felajánlott, csak nem 10 méteres fát. Most kapcsolunk is Szomolya főterére Dorkó Zsuzsannához a részletekért. Szervusz, jó reggelt kívánok! Valóban így van, sok éves hagyomány itt Szomolyán, hogy egy helyi ajánlja föl az idei, az akkori év fenyőfáját a település főterére. Kovácsné Ferenc Éva kertjéből került ide pénteken ez a mintegy 10 méter magas fenyőfa, és a helyiek, a falu apraja nagyja készült erre a ma reggeli eseményre, mert hogy együtt és közösen saját díszekkel ékesítik föl a falu fenyőfáját. Dr. Molnár Istvánt, a hagyomány Egyesület egyik tagját kérdezem arról, mennyire aktívak a helyiek ebben a fadíszítésben. Sok éve már ez divat és igény is a községben, hogy karácsonykor találkozzunk, mindenki lehetőségei vagy képességei szerint hoz díszeket, vesz díszeket, ajánl fel dolgokat a közös fenyőfára, és így alakul ki a végleges kép a fenyőfáról. És ma folytatódik a karácsonyfa díszítés azzal, hogy készítenek is itt a kézműves foglalkozáson. Tehát ilyenkor több rendezvény van, van a fenyőfa díszítés, a kézműves foglalkozás, öregek napja, akkor vannak ilyen mindenféle helyi kezdeményezések, Mikulás vonat, Mikulás ünneplés, tehát ilyenkor decemberben mindenki kap valami lehetőséget a szórakozásra, az örömre. Büszkék a helyiek a fájukra, amit közösen díszítenek? Hát igen, és igénylik is, és azt látom, hogy már kérdezgetik, hogy lesz-e fa, mikor lesz fa. Ő mindenki eldönti, hogy mit tud hozni, és ezt most meg is látjuk, hogy mit hoztak. A fenyőfára fölkerültek pénteken, amikor felállították ide a település főterére az idei örökzöldet, az magasabb ágakra a díszek, illetve az égősor is, hogy amikor a díszek rákerülnek, akkor teljes pompájában világítson majd ma az első adventi gyertyagyújtáskor. Dorkó Zsuzsannának köszönjük. Ez volt a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu oldalon. Maradjanak, mert kezdődik a Nemzeti Sporthíradó Környei Bencével.